Az 1956-os forradalom és szabadságharc nyomán országszerte kisebb-nagyobb ellenálló csoportok küzdöttek hősiesen hazánk szabadságáért. A pentelei hősök tiszteletére szervezett megemlékezést az önkormányzat. Erre az eseményre invitálták a városlakókat november 8-án. A megemlékezés a himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Bartendre humanügyekért felelős alpolgármester mondta el az ünnepi beszédét. Nálam sokkal okosabb emberek azt tanították, hogy egy ember, hogyha valamit hétszer hall, akkor azt megjegyzi, megtanulja. Én most nagyon büszke vagyok arra, hogy immáron harmadik alkalommal mondhatjuk el, hogy miért is vagyunk itt. Azt már többször elmondtuk, hogy Jakóné Fekete Terézia volt, Terike néni, aki megiklette ezt a mostani ünnepséget, megemlékezést. És ő volt az, aki fölhívta arra a figyelmet, hogy bizony nagyon sok olyan dolog van az egyszer fiatal, és hogyha most Pálinkás Bertalan nézek, akkor mondhatom azt, hogy jóval hosszabb időre tartom, mint 70 éves múltunkra való visszatekintésben. Van kire és van kikre büszkéknek lenni, és kik legyenek büszkék, hogyha nem mi. Kik legyenek büszkék arra, hogy amikor 56-ban a legtöbb helyen már arra kényszerültünk, hogy letegyük a fegyvert mi magyarok, akkor itt Dunapentelén még mindig voltak azok, akik küzdöttek a szabadságért, küzdöttek az olyan dolgokért, hogy mi itt lehessünk, emlékezhessünk, és nekünk kutya kötelességünk az, hogy fejet hajtsunk az ő emlékei előtt, és nagyon, de nagyon bízok abban, hogy hosszú évtizedek múlva is lesznek olyanok, akik itt fognak állni majd fáklyákkal, és megemlékeznek majd arról, hogy bizony itt is voltak azok, akik életüket adták a szabadságért. Várjuk Önöket itt majd jövőre is, és még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttek. Az alpolgármester beszédét követően Farkas Erik színművész szavalta el Páskándi Géza Nem igaz című alkotását. Nem igaz, hogy a rács a rabság, hanem az igás szolga szégyen, hogy csövön kopogsz, és ülsz a pricsen, mert távírod se könyved nincsen az atomszázad közepében. Nem is a rácsban van a rabság, hanem az ember szégyenében, hogy poklokra szállott az éden. Ki tudja, hányszor kaszabolta kis zsupjainkat tatárhorda, vityillónk omlott szellőtől gyakran, de áll időn át moccanatlan börtönök béna rendje. Nem is a rácsban van a rabság, hanem a gondolatban. Belül a szürke agyban. Felismerés, ó, már teköd lesz, hogy amíg vályogot vetsz, azt hiszed házad épül, ám de végül az is bitorló börtönöd lesz. Nem is a rácsban van a rabság, a kintiekre gondolásban. Akik ölelnek és aratnak, nem a rácsban, hanem a gondban, hogy a rabok, jaj, kint maradt. Nem is a rácsban van a rabság, hanem, hogy ember lehull, s így kell, hogy éljen. Szűkölve féljen, munkátlanul. Tunyuló észre s ölbetett kézre ítéltetett, ő, aki földből, Isten javából, izmos erőből, munka porából úgy vétetett. Nem is a rácsban van a rabság, nem is a hajtépésben, céltalan sok lépésben, falhoz forduló imában, nem is a múltban és a mában, okoskodásban, a kerekben, nem is az ideg ingerekben, hanem az indulatban felugró vad tudatban, hogy jaj, az a boldog, aki tudatlan. Nem is a rácsban, nem a falakba, vágyunkkal vésett nő alakba, hanem szép eszünk tengelyében, e körül forgunk este, délben, s ez a bolyongás el sose ül. Rabság helyett nem a szabadság, hanem a szebbnek tűnő rabság csalogat minket már egyedül, s a hitetlenség tengelyére, mint könnyű légy a lágy fogóra, ráragadunk, s nincs olyan óra, hogy ne donognánk.
jövődlenül. A folytatásban felkérem Kronász Margitot, az Interciza Múzeum történész muzeológusát, tartsa meg emlékező beszédét. Adott egy nagy község, egy egykori mezőváros, melyet súlyosan érintett a 20. század második nagy világégése. A település frontvonalba esett. Több megszállást is elszenvedtek a helyiek, majd a háború végével megindult az újjáépítés egy új világrend küszöbén. Választások, TSC alapítás. A helyiek hitték is, nem is az eseményeket. Időközben határozat született egy új vaskohászati kombinát és a hozzátartozó lakótelep felépítéséről. Az építkezés el is kezdődött Mohácson, a romló nemzetközi helyzet miatt azonban a tervek módosultak. 1949. december 28-a mindent megváltoztatott Dunapentele életében, hiszen ezen a napon érkezett meg a településre a határozat, amely értesítette a helyieket az építkezés áttelepítéséről. 1950-ben megjelentek az első földmérők, hogy kijelöljék a gyár és a lakótelep helyét, majd megindult az építkezés is. 1951 tavaszán az építkezést várossá nyilvánították Dunapentele ideiglenes elnevezéssel, de még ebben az évben a dolgozók kérésére felvehette a Sztálinváros nevet. Mi sem bizonyítja ennél jobban azt, hogy városunk a korszak kiemelt fontosságú városa volt. Sztálinváros országunk első szocialista, realista stílusban előzetes tervezés alapján felépült városa. A fiatalok, a jövő és a remény városa, hiszen az idejövő, szorgos dolgozók munkát kaptak, lakáshoz juthattak. Városunkban egymás mellett élt a régi az újjal, a mezőgazdaság az iparral, a vidéki környezet az iparvárossal. 1956 mégis nyomot hagyott településünkön. Noha a felszínen a fejlődést és előrelépést láthatjuk, a felszín alatt fortak az indulatok. Még az építkezés kezdetén, 1950-ben számos családot kitelepítettek a faluból, és az első felszólalások az ő érdekükben történtek már 1956 tavaszán. A Petőfi kör mintájára megalakult Sztálinvárosban az értelmiségieket tömörítő Fákja klub. Október 23-án kitört a forradalom Budapesten. A helyiek ezen a napon még semmit nem tudtak az eseményekről. Mindössze a székesfehérvári megyei VB-ülésen tartózkodók kaptak és hoztak híreket. Másnap már érezni lehetett a levegőben a nyugtalanságot. Noha az emberek felvették a munkát és az üzemek dolgoztak, a munkások már tudták, hogy valami történik. A visszaemlékezésekben ez úgy szerepel, hogy egyfajta vihar előtti csend, szorongás érződött a levegőben. Hamarosan országos szinten is elterjedt a fővárosi események híre, és már ezen a napon nagy gyűlést hívtak össze a város egyik központi terére, a Bartók kultúrotthon elé, ahol a forradalom későbbi napjaiban is zajlottak ezek a gyűlések. Október 24-én közfelkiáltással eltörölték a Sztálinváros nevet, visszatértek a történelmi Dunapentele név használatára, a gyárat pedig átkeresztelték Dunai Vasműre. Az eseményeket itt most taglalhatnánk napi bontásban, hiszen a forradalom hetei alatt számos dolog történt, mégis inkább a főpontokat emelném ki. A névváltozás mellett nem felejthetjük el azt sem, hogy a felkelők többször fegyvert kértek a laktanyából. Meg kell említenünk azt a pillanatot, amikor lerombolták az óvárosi szovjet emlékművet. Szót érdemel az is, hogy a helyiek élelmiszer segítséget küldtek a fővárosba, illetve többen oda mentek harcolni és segíteni a forradalmárokat. És természetesen nem szabad elfeledkeznünk azokról a fegyveres összecsapásokról sem, amelyek több sebesültet és halálos áldozatot követeltek városunkban. Városunk más okokból kifolyólag is különleges volt ekkoriban. Ezekben a napokban két újságot alapítottak a helyiek. Az egyik a Dunapentelei Igazság, a másik pedig a Dunapentelei Ifjú Forradalmár voltak. A lapok mindössze néhány számot éltek meg, tartalmukat tekintve pedig főként az események, illetve a katonai parancsok ismertetésére fókuszáltak. Településünkhöz még egy különleges dolog köthető, ez nem más, mint a Szabad Dunapentele hangja, a később Rákóczi Adó néven ismerté vált rádióadó, melyet Cihó Pál, a Városi Nemzeti Bizottság elnök helyettese,
valamint Erdélyi István titkár engedélyével helyeztek üzembe. A készüléket november 2-án a Tolbuhin laktanyából hozták ki, és hasonlóan a korábban említett újságokhoz mindössze néhány napig működött. Az első napokban a rádióadó egy épületben kapott helyet, november 4-e az ország szovjet megszállásának kezdete után azonban egy buszban rendezték be. Ekkor a rádiós csapathoz egy sofőr is csatlakozott, az adó pedig folyamatos mozgásra rendezkedett be. Rövid működése alatt hallgatói híreket és zenét hallhattak, az adó munkatársai üzeneteket továbbítottak, és a Szabad Európa Rádiótól kértek segítséget, de kapcsolatot is tartottak a nyugati adókkal. Városunk az egyik legtovább kitartó város volt 1956-ban. A település megszállása november 7-én kezdődött, amikor is a hajnali órákban három irányból megközelítették a szovjetek a települést, majd tüzérségi tűz alá vették az egyes ütegeket. A délelőtti órákban repülőgéppel végeztek felderítést, a kora délutáni órákban pedig MiG-17-es repülők indítottak támadást a város ellen, és fokozatosan kibontakozott a szárazföldön a támadás is. 14 óra 30 perckor harckocsik gyűrűbe zárták a települést. Ebben az órában hallgatott el a Rákóczi adó is. Súlyos harcok bontakoztak ki, majd közel 2 órás harc után a szovjet csapatok elfoglalták a várost. Az utolsó egységeket a kikötőben és a vasműben fegyverezték le. Már ezen a napon megindult a megtorlás. Több helybeli távozott, voltak, akiket börtönbüntetésre ítéltek, és többen haltak bele a forradalom alatt szerzett sérüléseikbe, mivel nem mertek orvoshoz fordulni. A rend decemberre kezdett helyreállni. Itt engedjenek meg kérem egy rövid idézetet azzal kapcsolatban, hogy a korabeli vizsgálatok szerint hány fő és hogyan vett részt a forradalomban. Az 1956-os forradalomban résztvevőket keményen felelősségre vonták. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság politikai nyomozóosztálya Sztálinvárosban 322 főt regisztrált, mint népfölkelőt. Ez az összlakosság több mint 1%-a. Ebből 206 személy jelentősebb tevékenységet nem fejtett ki, 70 további pedig ugyanebbe a kategóriába tartozott, csak azzal a különbséggel, hogy már a várost is elhagyták. A fennmaradó 46 főből 20 ellen indult eljárás, 6 főt internáltak, 2 személy közvetlen rendőri felügyelet alatt állt. A forradalom alatti változások közül legtovább a városnév maradt 1957. április 3-áig, amikor visszatértek a Sztálin városnév használatára, melyet egészen 1961-ig használtak. Érdekes adalék, hogy a gyárnevén akkor már nem változtattak, az megmaradt továbbra is Dunai Vasműnek. A mai napon emlékezzünk közösen azokra az emberekre, akik 1956 Dunapenteléjén a legtovább kitartottak. Köszönöm szépen a figyelmet! A folytatásban ismét Farkas Erik színművészt hallják. Bartis Ferenc, utolszó. Széttépve és összetörten, győzelmektől meggyötörten, már magzatként bajba ölten, vándor bölcső temetőkben, és mégis élünk. Dobra vernek minden vágyat, árverezés a vasárnap, nászunkra is gyászhír támad, üresek a gyermekágyak, és mégis élünk. Elvadult a dúlok lelke, kórót teremt tarló mesdje, pusztul a föld egyre-egyre, hull a szikla tenyerünkbe, és mégis élünk. Fogaskerék, futószalag, egyik elmegy, másik marad, bölcsőnk, sírunk, porrá szakad, zokognak a kövek, szavak, és mégis élünk. Hogyha sírunk, kiröhögnek. Hogyha kérünk, fel is kötnek. Hogyha küzdünk, odalöknek történelmi kárörömnek, és mégis élünk.
magyar. Szabad világ értse, anyanyelvünk, létünk vére. Anyánk szíve tetemére átok zúdult. Vége, vége. És mégis élünk.